Nekem az a szerep jutott ma, hogy egy picit a Green Mixről beszéljek. És víz is kell hozzá, igen. Annélkül nem fog menni. Ezt akkor kezdtem el igazából fogyasztani, amikor Magyarországon megjelent a DXN cégnél a por alakú spirulina, illetve a por alakú cordyceps. Ugye logikus, hogy ahhoz, hogy valami italt keverjünk ebből, akkor ugye kapszulával nem lehet megcsinálni. Viszont nagyon sok mindent hallottatok már, hogy miért használjuk, illetve miért használom. Én egy futás közbe jött az ötlet, hogy ugye minden futónak szükség van hidratációra. Ami azt jelenti, hogy hát legalább mondjuk egy óra alatt mondjuk egy ilyen fél liter vizet biztos, hogy illő meginni, ugye ez a hidratáció. De aztán mi történik egyébként nem csak futás közben, hanem ugye napi stresszhormonok, ugye erről már volt szó, hogy a stresszhormonok azért napközben átveszik a irányítást az életünk felett, már aki hagyja, de az emberek 99%-a sajnos hagyja, úgyhogy fogynak azok a tápanyagok, amelyek bennünk vannak, pusztán azért, hogy a szervezetünk védekezzen és próbálja megoldani ezt a stressz helyzetet, amit így napközben ér. És hát, mind ahogy a Marian gyönyörűen kifejtette, mind a spirulina, mind a ganoderma és mind a cordyceps tökéletesen alkalmas arra, hogy ezeket a dolgokat megoldják. És ugye futás közben ugye az izmok is keletkeznek ilyen különböző stressz helyzetben vannak, illetve ilyen mikrogyulladások is jönnek, főleg a hosszú távú futásnál, amelyet valamilyen formában kezelni kell. És én még azzal megfejeltem, hogy van egy alma enzim italunk, amit hogyha így beleraktam a Green Mixbe, akkor egy ilyen nagyon kellemes fogyasztható, mert azért valljuk meg a spirulinának azért, hát van egy kis akvárium íze. Hát van, aki szereti az akvárium vizét inni, tehát én egy percig nem mondtam, itt mondták, hogy van, aki szereti. De hogy ezt egy picit így megoldjuk, egyrészt én olyan üvegbe keverem össze, amivel nem lóg bele az orrom, tehát eleve nem érzem, hogy mit iszom. Ezzel sokat segítettem a helyzeten, de a másik az, hogy amikor ezt az almaenzim ital megjelent, és ezt belekevertem, szinte ez a probléma teljesen megoldódott. Úgyhogy az én feladatom most annyi, hogy bemutassam, hogy hogyan készül el egy ilyen Green Mix, és nem is leszek hosszú, mert körülbelül 6 percen van az ebédig. De az egyik összetevője az a DXN spirulina, amiről már volt szó, és lehet, hogy ezt nem említette még talán ideig senki, hogy szuper élelmiszerként tekintenek rá a világon, ami azt jelenti, hogy ugye az űr technológiában is használják, már mi nem úgy, hogy űrhajókat készítenek belőle, hanem az űrhajósoknak, amikor felmennek, ugye ez a legegyszerűbb olyan ital, amit, hát nem ital, hanem mondjuk kapszula, vagy por, vagy akár tabletta, amit tudnak fogyasztani, és a lehető legtöbb tápanyagot beviszik, és a sejtjeiket és a szerveiket életben tudják tartani addig, amíg igazából csak ilyen műkajákon nőnek föl. Úgyhogy az első összetevője a víz volt, és a spirulináról még annyit érdemes, a zöldvér az szintén nem hangzott még el, de nagyon sokan így hívják a spirulinát, hogy zöldvér, és nem véletlenül, mert olyan magas a klorofil tartalma, különösen, tehát spirulina és spirulina között is óriási különbség van, de hogyha valaki majd a DXN spirulina port, és ezt majd megpróbálom úgy beletenni, hogy ez egy gyönyörű abrosz. Bár a Fradi drukkerek biztos örülnek, mert zöld-fehér lesz belőle. Tehát itt már lehet látni, hogy így belerakom csak a spirulinát, és egy kicsit megkeverem, hogy mennyire megfesti. Tehát egy nagyon-nagyon jó minőségű, tökéletes spirulináról van szó. Amiért én még nagyon szeretem, hogy rengeteg fehérjét tartalmaz, tehát ugye sport szempontjából, izomépítés szempontjából, ugye azt tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok szervünk, sőt, majdnem minden szervünk termel valamilyen szintű fehérjét, de azok, akik aktívabb életet élnek, azoknak szükségük van plusz bevitelre is, és erre a spirulina tökéletes. És illetve az is elhangzott már, hogy ugye az aminó savaknak ugye óriási, azt hiszem 18 aminósavat tartalmaz. És akkor átteszem. És még egy egyébként, ami ott elhangzott, hogy a zsírsavak közül az omega-3, amit kiemelnék, mert a spirulina tökéletesen alkalmas arra, hogy azokat a mikrogyulladásokat, amik létrejönnek az izomba, például mozgáskor, futáskor, és nem csak ugye az izmokba, ezeket kezelni tudja. A másik, de akkor maradok annál,
ha már itt sorrendet vettünk, az a DXN Cordyceps. Szerintem a Marian tökéletesen kifejtette, hogy mi az az adaptogén. Mert az ő előadásából is szerintem mindenki azt vette ki, amire neki szüksége volt. Tehát ez az adaptogén, lefordítva a Marian előadását, körülbelül egy mondatban, hogy van egy nagy halom valami, ez a Cordyceps, és illetve amit a Marian elmondott, és mindenki, szerintem biztos vagyok benne, hogy csak arra figyelt, amilyen problémája neki van, vagy amilyen problémája a környezetében van. Viszont ezt most tökéletesen megjegyezte, úgyhogy a Marian előadása tökéletes volt, hogy nagyon szépen köszönöm, ennél jobban nem lehetett volna az adaptogént bemutatni. És akkor a következő, ilyen van mindenhez ilyen adagoló kapszula, ez bekerül a Cordyceps, és szerintem a pasiknak hát nem kötelező, de szerintem nagyon-nagyon ajánlott, és van, aki nagyon bólogat is. Ő szerintem már tudja és érzékeli a hatását, egyébként a Himalája Viagrájának is hívják. Ez is adaptogén, úgyhogy akinek szüksége van rá, annak segít, akinek nincs, annak meg még jobb. Tehát, hogy, és természetesen a hölgyek is fogyaszthatják. Egyébként egyszer volt olyan előadás, ahol erről beszéltem, és az összes vásárló, mert utána lehetett vásárolni, hölgy volt. Úgyhogy nem, ha a férfiak nem ismerik ezt bevallani, hogy milyen jó, hogy van, azért szerintem a hölgyek ezt tudják. És van a harmadik összetevő, amit még bele szoktam tenni, az a GL, a Ganoderma lucidum, a 14 napos micélium. Erről is szerintem már rengeteget beszéltek, hogy sőt, szerintem ez volt az, amit a Juli is kiemelt, és ebből is egy ilyen kis kupakkal bele szoktam tenni. És jön a legnehezebb feladat egyébként, hogy ne kenjek össze semmit, ez pedig az alma enzimital, ilyen nagyobb dobozba kapható egyébként, és ilyen kis, ilyen nagyon könnyen letéphető dologban van. Ezt el lehet felezni egyébként, tehát nem muszáj, hogy valaki az egészet beletegye. Én most beleteszem ezt, mert félel úgy sem megyek semmire. Meg egyébként én mindig egészet szoktam beletenni. Egyrészt azért, mert nagyon sokszor beszélünk, és ez fölismerült talán a Júli előadásában, hogy ezek a termékeknél lehet olcsóbbakat kapni. Azt hagyd kérdezem meg, hogy ki az, aki nem ismeri a DXN termékeit, csak hogy... Tehát vannak páran, akik nem ismerik a DXN terméket, semmi gond. Szó volt arról, hogy vannak olcsóbb termékek is, vagy lehet a piacon kapni hasonló terméket. Én hiszek abba, hogy minőségben nem, szerintem az előadók ezt be is bizonyították, de én azt is tudom, hogy ennél olcsóbb termék sincs. 14 éve fogyasztom ezeket a termékeket, és a 14 év alatt én arra jöttem rá, hogy minél több embernek ajánlom, és kezdi el használni, az én termékeim egyre olcsóbbakká válnak, és egy idő után eljutott az, hogy igazából nem csak azt termelte ki, amit megittam, még egy kupatja szükségem van, hanem egyszerűen egy pénztermelő itallá is vált. Most ez vicc volt, és ezt nem muszáj követni ezt a dolgot, de azt tudni kell, hogy lehetőség van bárkinek arra, hogy ez az ital teljesen számára ingyen legyen. És egy-két dolgot még megosztanám, hogy hogyan és mikor fogyasszuk. Én ezt úgy szoktam megcsinálni, hogy ezt reggel bekeverem magamnak, és a délelőtt folyamán így szépen elkortyolgatom. Az az egyetlen egy ok, amiért nem egyszer iszom meg, mert hát azért van egyfajta visszhajtó hatása, és aki elkezdi ezt először fogyasztani, nem csak visszhajtó, hanem méregtenítő hatása is van. Erről van egy nagyon jó sztorim az anyósommal, de ezt most kimondott a jó anyós sztori, de az nem is elvégedbe volt, hanem a kávéban, ugye a ganoderma-ban, és a méregtenítő hatás, hát ugye mindenki tudja, hogy az elsődleges méregtenítése hatás hol jelentkezik meg. Tehát, hogy a sűrűbben látogatja a WC-t. És van, amikor ez kellemes, van, amikor nem, de azt tudni kell, hogy ez is csak egy-két napig tart, tehát, hogy utána beáll a szervezet. És a másik, amiért én nagyon szeretem ezt az italt, mert amióta, ez körülbelül 4 éve folyamatosan fogyasztjuk, tehát amióta ezt az italt fogyasztjuk, a Tündivel van egy ilyen elég pervers szokás, hogy amikor futás után megyünk zuhanyozni, akkor így mindegyikünk mondja, te figyelj, szagold meg a hónaljam. És szagolni. És egyszerűen semmilyen. Tehát amiről a Juli beszélt, hogy így, hogy te vagy az drágám, vagy te vagy az édesem, hogy ugye ezek a méregtenítő folyamatok elindultak, hogy az évek folyamán, vagy akár hónapok, vagy a hetek folyamán, ha elkezdi valaki fogyasztani, olyan szinten méregtenítődik a szervezete, hogy
organoterápiának két alapja van. Erről Marian előadásában, vagy a Marian képzésén nagyon sokat lehet tanulni. Az egyik az, hogy akkor betegedik meg egy szervezet, ha méreganyagok vannak benne, illetve a másik, ha felborul az egyensúly. Általában a méreganyagok ellen tudunk tenni azáltal, hogy a Dexen termékei rengeteget segítenek, sőt az egyensúly helyreállításával is. De lesz majd egy következő blokkom, amiről én szeretnék beszélni, a meditáció, ami még jobban elősegíti abban, hogy egyensúlyban legyünk. És igazából én hiszek abban, hogy a mozgás a Dexen termékeknek, vagy ezeknek a termékeknek a fogyasztása, illetve a megfelelő, hogy mondjam, szellemi kapacitás, és majd ennek beszélek egy picit, mert ez lehet, hogy mindenkinek más, ennek a lényegéről is majd a következő blogba megoldja azokat a problémákat, amelyek most menet közben felmerültek, vagy fel sem merültek. És a prezentációm elején felvetettem azt, hogy vajon ez az ital, ez a Green Mix, ez egy terápia, vagy megelőzés, vagy regeneráció. Ez is adaptogén. Tehát, hogy attól függ, hogy kinek mire van szüksége. Én ezt elsősorban megelőzésként használom, illetve regenerációként, mozgás után, hiszen említettem, hogy rengeteg dolgot visszapótol a szervezetemben, úgyhogy edzés után például, ha van futó edzésem, akkor mindig iszok feltétlenül, mert nagyon komolyan visszapótol. És mi az, amire számíthat, ha valaki ezt rendszeresen fogyasztja? Az egyik, hogy biztos lehet benne, hogy a szervezete és a teste, erről az előző előadásokban tényleg rengeteg szó esett, hogy törekszik és be is fog állni egy egyensúlyi állapotba, ami azt eredményezi, hogy azok a folyamatok, amelyek a betegségeket okozzák, azok nem fognak megjelenni a mi szervezetünkbe. Tehát ha ezt tekintjük, akkor egy megelőzés. A másik, hogy egy nagyon-nagyon erős immunrendszerre számíthatunk, és szerintem büszkén vallhatjuk azokat, akik a Green Mix-et isszák, vagy a gyógygombákat fogyasztják, vagy akár spirulinát külön tablettával is fogyasztják, hogy nagyon elkerül minket azok a baktérium által, vagy vírusok által keltett betegségek, amelyeket szintén nagyon-nagyon jól kezel egy jól karbantartott immunrendszer. És ugye a harmadik dolog, hogy sokkal könnyebb lesz a regeneráció, sokkal jobb lesz az alvás, sokkal kipihentebben ébredünk, és ami fontos, hogy tele leszünk energiával. És mi következik akkor, ha tele leszünk energiával? Mint törjük a fejünket, fiúk, lányok, na, mint törjük a fejünket? Persze a munkán, hogy mit tudunk aznap sikeresen megcsinálni. Úgyhogy én kívánok nektek nagyon-nagyon jó egészséget, sok sikert az életetekbe, és próbáljátok ki, aki még nem próbálta ki a Green Mix-et, és használjátok egészséggel. Sziasztok! Nagyon szépen köszönjük, Szabolcs, a látványos bemutatót!